Üdvözlöm az érdeklődő hallgatóságot. Mai óránkon folytatjuk a város hőmérsékletemelő hatásával kapcsolatos ismereteinket. Tehát tulajdonképpen a 7. fejezet B részével folytatjuk, illetve elkezdjük a 8. fejezetet is, amely a városi termikus módosító hatásnak egy újabb megközelítésével fog foglalkozni. Nézzük azokat a hatásokat, amelyeket a városi hősziget kialakít, mind az emberekre, mind a fűtésigényre, mind a városokban lévő növényzetre, és így tovább mindjárt látni fogjuk. Tulajdonképpen az első, amit átnézünk, az a hősziget által generált légáramlás. Tehát maga az, hogy a város légtere melegebb lesz, ez indukálni fog egy szellőt, tulajdonképpen egy gyenge légáramlást, legalábbis bizonyos szituációban, úgy, mint ahogy a tengeri parti szél is kialakul, ugye annak is megvannak a megfelelő általánosabb időjárási feltételei. Hát általában az anticiklonális nyugodt időjárási helyzet az, ami ehhez megfelelő. Tehát lényeg az, hogy gyenge legyen a regionális légáramlás, tehát szélcsend közeli helyzet legyen. Ugye ekkor legerősebb tulajdonképpen a hősziget, ugye a város melegebb a környezeténél, ez kialakít egy feláramlást a központban, egy konvektív, ugye függőleges feláramlást a város központja környékén, tehát amelyik a legmelegebbnek bizonyul, és ennek révén, ennek pótlására egy beáramlás indul meg a külsőbb területekről, a város környezetéből a felszínhez közel. Hát ezt hívjuk vidéki szellőnek, tehát vidékről érkezett, angolul country breeze a neve, tehát itt nem szélviharról, meg nem nagyon erős szélről van szó, hanem egy gyengébb légáramlásról, amikor egyáltalán kialakul. És ahogy az ábra is utal, mert mindjárt megmagyarázom ezt a kétféle részét, tulajdonképpen úgy tekinthetjük, mintha kialakulna, vagy ki is alakulhat egy ilyen körülbelüli cirkuláció, ezért ezt tulajdonképpen városi hősziget cirkulációnak nevezzük, aminek hát az angol elnevezés alapján ez a betűszó a rövidítése. Most nézzük ennek az ábrának az első részét, ez a nappali helyzetet mutatja be. Ugye itt hát a föláramlás az rendben van, hogy a felmelegedett levegő föláramlik a város központjában, aztán ugye szétterül a magasabb lét, hát itt a magasabb néhány száz méter magas légrétegekbe, és akkor a külső területekről ennek pótlására levegő áramlás indul meg. Most egy szaggatott nyilak tulajdonképpen, hát ezek a legbizonytalanabb részei ennek a cirkulációnak, ugye ez egy jóval nagyobb területre vagy kerületre vonatkozó leáramlást jelent, míg a központban egy jóval koncentráltabb feláramlás van, tehát ez bármennyire is erős lehet, persze ez se viharos, ez a leáramlás ez szinte alig észrevehető, annyira gyenge, és hát nem is biztos, hogy pont itt valósul, meg lehet, hogy kijebb, lehet, hogy kicsit bejebb, itt ott. Tehát igazából azért szaggatott, mert ennek a helyzete és egyáltalán az intenzitása elég bizonytalan, hogy úgy mondjam. Most a nappali helyzetben a feláramlás azért indul meg, mert a tetőszintben, tehát a tetők felett kialakuló forróbb vagy felmelegedett levegő áramlik fel, mivel ugye itt a nappali besugárzás, vagy anticiklonális helyzetről beszélek, a nappali besugárzás révén az épületeknek a tetőszintje melegszik fel legjobban, és ezért gyakorlatilag az ott felmelegedett levegő, és ugye legintenzívebben a városközpontban emelkedik föl. Ezt az utca szintjén annyira nem érezzük, sőt, hát ugye tudjuk, hogy a jobban árnyékolt belső területeken, erről volt már szó korábban,
akár még hűvösebb is lehet, vagy semmiképpen nem melegebb, mint a külterületeken. Tehát, ami itt fontos ezen az ábrán, az, hogy a beáramló, tehát a pótlásként beáramló hűvösebb és feltétlenül tisztább levegő, az a tetőszint feletti rétegekben áramlik be, mert ugye onnan távozott el a felmelegedett levegő. Éjszaka viszont annyiban más a helyzet, hogy ugye a város belső területein felmelegedett levegő az az utca szintjén, az épületek között van, és innen emelkedik föl, tehát ennek a pótlására az utca szintjén, az épületek között kell, hogy legyen pótlás, tehát a beáramlás ott kell, hogy létrejöjjön, amennyiben elég erőteljes ez a feláramlás, és ugye az épületek akadályozó, ugye fékező voltak, nem akadályozza ezt meg, vagy legalábbis nem gyengíti. Tehát ilyen értelemben az éjszaka beáramló hűvösebb és tisztább levegőnek lehet jobban felüdítő hatása a városi lakosság, tehát a házak között élő, vagy hát vagy akár a házakban, vagy nyitott ablakoknál élő emberek számára, akik egyébként a mondjuk a belsőbb, jobban felmelegedett részeken élnek. Tehát ez a különbség a nappali és az éjszakai, hát hősziget cirkuláció, vagy egyáltalán a vidéki szellő, tehát a beáramló felülülést jelentő frissebb levegő szempontjából, tehát az éjszakai a hasznosabb. Egy további példa, egy korábbi vizsgálatból, ez egy Frankfurt esetében, hát tulajdonképpen ugyanezt ábrázolja. Na most ugye erre utaltam rá, hogy ebben az éjszakai helyzetben, hogyha ez kialakulhatna, akkor ezt ugye az épületek akadályozzák, meg az egyéb hát felszínen lévő tereptárgyak, fák, egyéb objektumok. Tehát ha ezt, hogy ez így rendesen kialakuljon, tulajdonképpen ehhez kis érdességű, olyan összefüggő területek kellenek, amik ezt a frissebb, éjszakai, hűvösebb levegőnek a beáramlását elősegítik. Ezek az úgynevezett ventilációs folyosók, tehát ezt az átszellőzést, ezek elősegítik. Ez persze egy adott városban vagy hát kialakult, még ha nem is tudatosan, vagy nem. Tehát ilyen értelemben, ugye korábban ezt nem feltétlenül ismerték fel, későbbiek során természetesen a várostervezés során erre lehet törekedni. Most mik legyenek a szempontok egy ilyen ventilációs folyosónál? Ugye nyilván azért van ezekre szükség, még egyszer megismétlem, hogy ugye hogy ez a beáramlás akkor hatékony, hogyha a felszín érdessége nem túl nagy. Minél nagyobb a felszín érdesség, ennek a beáramlásnak a mélysége, hatékonysága annál kisebb, annál kevesebb, annál jelentéktelenebb. Most ezekre a folyosókra vonatkozó feltételeket, hát különböző vizsgálatok alapján összegezve a következő pontokban lehet így nagyjából összefoglalni. Tehát lényeg az, hogy ezeken a területeken, és ugye itt ilyen hosszabban elnyúló területeket kell elképzelni, ugye a szegedi vizsgálatokkal kapcsolatban erről volt már szó, tehát tulajdonképpen egyik az, hogy az érdességi magasság, az én az ne legyen túl nagy. Hasonlóan a kiszorítási rétegvastagság is kismértékű legyen. Maga ez a terület, hogy úgy mondjam, vagy folyosó, ugye így nevezzük most már folyosónak, az legalább egy kilométer hosszú legyen, tehát nem kell, hogy feltétlenül mindig a város központig elnyúljon, de azért legyen egy megfelelő mértékű hosszúsága. Szélességéről azt lehet mondani, hogy hát legalább 50 méteres szélesség legyen, ugye kettő-három-négyszer nagyobb legyen a körülötte lévő objektumok magasságánál. Tehát mondjuk, ha 20 méteres házak övezik ezt a területet, akkor ugye ez a kettő-négyszeres érték, ez ugye hát legalább ugye hát 40, de ugye 50-nél van, tehát ilyen 60-80 méteres szélességet jelent. És hát ugye a szélei is csak kismértékben legyenek tagoltak, mert ugye minél csipkésebb, minél több érdességi elem jelentkezik így hosszában, az is mind fékezheti ezt a beáramlást.
Nyilván lehetnek benne, tehát ugye ezek nem feltétlenül egy teljesen tiszta területnek kell lenni, mert azért ezt nehezebb megvalósítani azért a városokban, de lényeg az, hogy a benne lévő házak, fák és így tovább elemeknek, ugye ezek érdességi elemeknek minősülnek, ezeknek a szélessége 10%-nál, a folyosó szélességének 10%-ánál kisebbek legyenek. Itt van egy konkrét érték, hogy az benne lévő objektumok magassága ne legyen túl nagy, ugye ne legyen nagyobb, mint 10 méter, és hát inkább azok az objektumok is, amik benne vannak, azok hát ne keresztben legyenek, hanem inkább hosszában, ugye mert nem mindegyik feltétlenül négyzet alak, mondjuk egy épület esetében is, tehát hogy párhuzamos legyen a folyosó oldalaira. És akkor a folyosón belüli objektumokra vonatkozó H per V, ugye az, ugye ez a magasság, szélesség arány, ez épületek esetében igen kicsi, 0,1, fák esetében se túl nagy, 0,2 legyen. Tehát ezek azok a tapasztalati, illetve hát a szélcsatornákban mért olyan értékek, amelyek hát tulajdonképpen hát jó, ha teljesülnek egy ilyen területen, mert akkor minősülhet ventilációs folyosónak, mert akkor biztosítja ezt a viszonylag zavartalanabb, vagy kevésbé fékezett beáramlást a város belső területe felé, ami ugye többször hangsúlyoztam, hűvösebb, frissebb és tisztább, tehát a légszennyezés szempontjából is hát igen fontos lehet, vagy annak hát ugye a megszüntetése vagy csökkentése szempontjából. Na most ugye ez a városi hősziget cirkuláció, ez időnként kölcsönhatásba kerülhet a korábban emlegetett parkszellővel, ami ugye az adott, hát viszonylag nagyobb városi parkokban keletkezett hűvösebb levegő, itt megint inkább ugye az éjszakai helyzetről beszélhetünk, olyan parkok esetében, ahol ez a hűvös levegő képződhet, láttuk, hogy nem egyformák ezek a parkok sem, hogy ezek, ugye az innen kiáramló levegő, ez kapcsolatba kerülhet a külterületről beáramló levegővel, és így tulajdonképpen gyengíthetik is egymást, ugye mind a kettő az utca szintjén, a épületek között fejti ki a hatását. Erre szolgál ez a következő ábra, amelyik hát a Göteborg városában, Svédországban végzett vizsgálatoknak egy ilyen egyszerűsített bemutatása, annak az eredményét mutatja, vagy hát inkább csak ugye a folyamatokat. Ugye, hogy a város, ez akar lenni a város, ugye a hősziget cirkuláció az ottani mérések alapján egy kb. 60 méter magasságú rétegre terjed ki, és ugye itt hát persze most a nyíl az épületek fölött van, de az épületek között kell, hogy bejöjjön ugye a beáramló levegő, míg egy nagyobb városi parkban végzett vizsgálat alapján ugye onnan a szétáramló levegő a környező városi területekre hát megy ki. Persze a kettőnek a mérete ilyen értelemben nem egyforma, tehát a városi parkban keletkező parkszellő az bocsánat, kisebb területre terjed ki, mint az egész város által indukált hősziget cirkuláció. De mindenképpen így látszik, hogy a kettő ellen hatásban van, és ugye amire itt utaltam, hogy egyik nagyobb, mint a másik, ugye magát ezt a hősziget cirkulációt az ottani mérések alapján egy körülbelül 5 fokos hőmérséklet különbség, tehát egy 5 fokos erősségű hősziget, ami ugye a városközpontban legerősebb indukálja, és egy körülbelül egy 14 kilométeres külön távolságon belül jelentkező 5 Celsius fok. Míg a városi park és a környező területek közötti, tulajdonképpen másfél kilométeres távolság közötti 3,5 fokos hőmérséklet indukálja, illetve hát ugye annak az a különbség van az épületek és a park között, ahonnan ugye kiindul ez a park szellő. Tehát ilyen értelemben a méretekre is így valamelyest hát látjuk olyan különbségeket. A lényeg az, hogy tulajdonképpen ezzel a hát folyamat ábrával, vagy hát ugye a folyamatokat tükröző ábrával ezt a ellentétes hatást, tehát hogy gyengíthetik is egymást ezek a folyamatok, ezt próbáltam
illusztrálni. Most további hatás, a Hősziget további hatásai, ugye fenológit összefoglalva egy fejezetben fenológia, hőterhelés, mortalitás, tehát fenológia növényekre való hatásról van szó, tehát fenológia az a növények különböző életfázisait vizsgálja, tehát ezek fenológiai időpontok, rügyfakadás, virágbaborulás, egyéb ilyen dolgok, tehát a biológiai fejlődésével kapcsolatos egyes növényekhez kapcsolódik. Itt az emberi hőterhelésről, meg mortalitásról is majd lesz szó. Tulajdonképpen, ugye itt, hogyha a növényekre gondolunk elsősorban, akkor a Hőszigetnek a városban legalábbis ugye hatása lehet a fagymentes időszakra, annak hosszára, hogy milyen intenzitásúak lesznek a fagyok, magára a hóborítottság idejére, ha egyáltalán ugye kialakul ez a hóborítottság, és nem később szó lesz róla, ha eleve a csapadék nagy része nem esőformában esik le, magára az adott növények vegetációs periódusa, és hát említett fenológiai fázisokra, tulajdonképpen ez így az egész csoport így most a növényekre vonatkozóan jelenik meg, és ezt illusztráljuk egy genfi példával, amely a vadgesztenye rügyfakadás idejének, tehát hogy az év hányadik napján fakadnak rügybe a városban lévő gesztenyefák, egy arról szóló, igen hosszú, legalábbis így relatíve igen hosszú feljegyzés sorozat alapján a következőket lehet levonni. Ugye ez majdnem az 1800-as évek elején kezdődik, és majdnem a 2000-es évekig, tehát egy szűk 200 évet felölelő dologról van itt szó, tehát adatbázisról, hogy úgy mondjam. És ugye itt az évek kezdete óta eltelt napok, a 120 nap az ugye az az április végét jelenti, hogyha most kerekítve minden hónapot 30 naposnak vesszük. És akkor annyi még, hogy ugye itt hát az évek során ugrabugrálnak az adatok, és ezt egy ilyen simított 20 éves csúszó átlaggal hát lehet jobban szemléltetni, hogy végülis a tendencia az milyen irányba hat. Hát milyen irányba hat? Egyértelműen látszik, hogy a városban lévő gesztenyék rügyfakadása egyre hamarabb és hamarabb következik be. Ugye a periódus elején még azt lehet mondani, hogy ugye ezek 20 napos beosztások, tehát tulajdonképpen április elején körülbelül akkor következtek be, és így a vége felé pedig már lecsúszik így a 60. nap környékére, tehát ez már 60. az már inkább február vége, március elejé időszak, tehát durván egy hónappal előbbre kerültek ezek a növényi jellegzetességek a vadgesztenyével kapcsolatosban. Hát mire utal ez? Ugye hát a növények azok nem ismerik a naptárt, viszont azt érzik, hogy mikor kezdődik az időszak, amikor az már nekik kedvező, itt most hőmérsékleti szempontból értem ezt, és akkor nyilván hát minél hamarabb éri el azt az X hőmérsékletet a környezeti levegő, ahol ugye ők vannak, akkor elkezdenek beindulni ezek az élettani folyamatok, és ez akkor mire utal? Hát egyrészt utalhat, ugye a napjainkban sokat emlegetett hát globális felmelegedésre, ami azért ugye látjuk, hogy a folyamat azért inkább ebben az évszázadban, illetve a múlt évszázadban indult be inkább, tehát ugye itt a 19. és a 20. századról van szó, tehát a 19. század folyamán olyan nagyon nagy döntő változás nem volt. Tehát ez lehet az egyik ok, a másik pedig az, hogy nyilván az akkori város, tehát a 19. századi város és a 20. század vége felé lévő város mérete, nagysága, ott folyó tevékenység is drasztikusan megváltozott, tehát jóval nagyobb városról beszélünk, ahol egyébként ezeket az adatokat még mindig elég sokáig feljegyezték, vagy feljegyzik. Tehát a városi hatás és a városnak itt a melegebb voltára utaló hatás egyértelműen jelentkezik ezekben a
ebben az élettani folyamatában a vadgesztenyének. A következő tulajdonképpen ilyen klímaindexekre vonatkozó értékek is, ugye város és környezetek között, két város példáján, Gelsenkirchen és Szeged példáján, tehát itt egy másfél-két éves, illetve Szegeden egy három éves mérési periódusra utaló adatok alapján szintén nagyon szépen, világosan kimutatható a város és környezetek közötti hőmérsékleti különbség. Tehát ugye itt nem konkrét hőmérsékletekről van szó, hanem olyan klímaindexekről, amelyek bizonyos termikus hatásokat számszerűsítenek szintén. De néhány példa, ugye a téli időszakra jellemzően, például tehát vannak ilyen indexek, hogy fagyos nap. Ugye ez azt jelenti, hogy aznap a minimum hőmérséklet 0 fok alatt volt, tehát volt annak a napnak egy olyan periódusa, amikor fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. Téli nap az olyan, hogy az egész nap folyamán, tehát a maximum hőmérséklet is fagypont alatt volt. Aztán van ilyen, hogy fűtési nap, ugye később még majd szó lesz. Szegeden ez azt jelenti, hogy az napi hőmérsékleti átlag, tehát a napi átlag az 12 fok alatt volt, tehát ez alapján lett itt ez kiszámolgatva, ezen kirjemben ez egy kicsit magasabb, tehát ez függ a helyi megállapodás, az adott ország, a klimatikus körülmények, stb. Ez viszonyított, hát tulajdonképpen megállapodáshoz. A melegebbre vonatkozó klímaindexeket nézzük, például a hőségnap, csak mindegyiket nem szeretném felsorolni, ugye ez azt adja meg, hogy ezen a napon 30 fok, Celsius fok fölé ment a hőmérséklet. A sörkerti napot emlegetném még meg, tehát, vagy emlegetném tulajdonképpen ez az esti szabadidő eltöltésének, hát szabadban való eltöltésének egy jellemzője, tehát, hogy este 21 órakor még a hőmérséklet 20 fok felett van, tehát hány darab ilyen nap volt az év, vagy az adott vizsgált periódus idején, és így tovább. De nézzük meg, hogy ugye itt a város és a külterület közti számokról van szó, hát ahol hiány volt ez ügyben, vagy nem vizsgálták, akkor ott természetesen ez ki van húzva. Ugye a városi hatás olyan értelemben kedvező lehet, hogy ezek a fagyos hideg, tehát ezekkel a hideg indexek tulajdonképpen, ezeknek a darabszámai ugye mindkét vizsgált városban egyértelműen csökkenést mutatnak, illetve az esti szabadidő kinti szabadban való eltöltésének lehetőségei, tehát ugye ez persze nem csak ugye sörözésre vonatkozik, hanem szabadtéri előadások, kávézók és így tovább, tehát az esti szabadban való hát programokhoz kedvező napokról van szó, ezt ugye még nem hangsúlyoztam. Az elnevezése az a németországi elnézést, Biergarten Tage, vagy Biergarten Tagéból jött. Na, tehát abban ezek viszont növekszenek, ezeknek a száma mindegyik városban, tehát ugye ez is kedvező az ott élők számára, vagy kedvező lehet. A városi hatás viszont negatív, főleg a legtöbb melegindex számára, mert ugye ezeknek a darabszáma, gyakorisága az egyértelmű növekedést mutat a városi területeken a külterülethez képest ezen vizsgált periódusokban. Tehát ezek a szimbólumok ezekre próbálnak utalni. Ha még külön a hőhullámokat tekintjük, ugye ez a városokban, ugye a hőhullám az nem feltétlenül városi jelenség, hanem egy adott térségbe beáramló meleg, mondjuk itt Magyarországon a Szahara vagy afrikai eredeti meleg, forró levegő alakíthat ki több napos, vagy akár egy másfél hetes időszakra is, egy jóval melegebb időszakot az átlaghoz képest, ezeket hívjuk hőhullámoknak, tehát ezeknek van egy bizonyos hossza is, minimum három napnak kell lenni. Most a városokban, ha még erre rárakódik a hősziget hatás, az egyértelmű, hogy plusz terhelést jelent a
az ott lakók számára. Erre egy illusztráció a 2003 nyarán bekövetkezett, tehát végül is nagyrészt Nyugat-Európában előforduló hőhullám, aminek hasonló afrikai eredetű légtömegek voltak az okai. Tehát ennek a grafikonját, ugye a hőmérsékleti maximum, illetve minimum grafikonját látjuk, augusztusi időszakról beszélünk, akkor volt ez a hőhullámos időszak, és hát a kapcsolódó halálozás, többlethalálozás százalékos értékeiről van itt szó, akár az 500-as értéket is bizonyos napokon, tehát itt napokra vonatkozóan kimutathatóan párizsi példán megjelentek. Tehát ez a többlet hőterhelés, ami ugye nem csak nappal, hanem éjszaka is van, tehát az éjszakai felüdülés, megkönnyebbülés is sem biztosított a nappal, ugye eléggé megterhelt emberi szervezet számára, és ennek hát komoly egészségügyi hatásai, vagy egészségi hatásai lesznek, amelyek hát akár halálhoz is vezetnek. Ez egyértelműen a statisztikákból hát nagyon világosan kitűnik, tehát a legmelegebb, legforróbb napokon, amikor ugye, tehát éjszaka is jóval magasabb volt azokon a napokon a hőmérséklet, mint az azt megelőző és követő napokon, drasztikusan megnőtt a halálozás mértéke. Ugyanezről szól a Londonra vonatkozó, hát ugye említettem, Nyugat-Európáról van szó. Ennyi, azért mutatom be ezt az ábrát, mert itt még külön szét is van szedve, hogy mely korosztályokat érintette ez a többlethalálozás igazából drasztikusabban. Hát egyértelmű, hogy az idősebb, a 75 év feletti korosztályt érintette jobban. Hát a többi korosztály esetében gyakorlatilag túl nagy változás, itt egy nagyon pici kis kiemelkedést lehet látni, az egészen fiatalabb körében pedig hát gyakorlatilag semmi változás nincsen. Tehát igazából az idősebb, hát ugye manapság ezt gyakran emlegetik, krónikus betegségekkel, tehát többféle betegséggel küzdő idősebb emberekre ható, erőteljesebb hőterhelés sok esetben hát ezekhez a kiugró értékekhez vezetett. Akkor volt a hőhullám összhangban az előzővel. Na most még a harmadik példa, ami arra vonatkozik, hogy a hőszigetnek milyen hatása lehet a városban, ez a fűtésre és a hűtésre fordított hát energiamennyiség, és hát azzal kapcsolatos hát mérőszámokra szeretnék itt utalni a továbbiakban. Ugye az épületeknek egész évben van egy bizonyos hőkibocsátása, ugye mind a fűtés, aztán persze vannak még egyéb eszközök, meg a világítás, amelyek hát mind melléktermékeként X mennyiségű hőt termelnek, tehát ez előbb-utóbb ugye a környezetbe, a városi légtérbe kijutva, hát azt melegíti. És tulajdonképpen ez egy ilyen kis gondolatkísérletként, de már vannak erre azért bizonyos vizsgálatok is. Tehát, hogyha nyáron a légkondicionálás, ugye klímának is hívják, de igazából azért tudjuk, hogy ez egy helytelen szó igazából erre, tehát a klíma az azért egész más jelent, de mindegy, tehát ez a nyári légkondi használat, ha igen nagy mértékű, akkor egy igen veszélyes, potenciálisan veszélyes, pozitív visszacsatolást indíthat el, mert ugye a belső terek hűtése az minek a kárára megy, az ugye úgy működnek ezek az eszközök, hogy hát hőt is termelnek, és ezt kifelé bocsátják a külső légtérbe, tehát az épületeken kívüli légtérbe, ami ugye gyakorlatilag mit jelent, hogy akár éjszaka és akár nappal is a városi levegő melegebb voltát erősítik, és ehhez ugye még több légkondicionálást, még erősebb légkondicionálást kellene bevetni, hogy ugye a külső meleg levegő hatását ugye ne hatoljon be a belső terekbe, ugye ezt kompenzáljuk. Tehát igazából összességében ez az a hősziget hatást erősítheti. A téli fűtés viszont egy potenciálisan negatív visszacsatolást okozhat,
Mert ugye az egyensúlyban lehet a hősziget hatással, mivel hogyha a hősziget ugye néhány fokkal melegebb városi levegő környezet, az biztosítja, hogy kevesebb energiát kell a belső területeken fűtésre fordítani, mint a külső területeken vagy a vidéki területeken. Tehát tulajdonképpen ez a fűtési energiamennyiség csökkenésére lehet hatással. És hát, hogy ezt azért számszerűsítsük valamennyire, tehát egy indirekt módon legalább van az úgynevezett fűtési fokszám, illetve hűtési fokszám, hát a jelölésük ott van, illetve angolul ezt HDD, tehát Heating Degree Days és Cooling Degree Days-nek is hívják, most ebben nem érdemes mélyebben belemenni, magyarul ezt egyszerűbb így fokszámoknak nevezni. Miről van itt szó? Tulajdonképpen ugye ezek a fokszámok, tehát egy olyan ugye éghajlati adatokból származtatott, vagy időjárás, tehát konkrét mért adatokból, Celsius fokban mért adatokból számított éghajlati mérőszámok, vagy jellemszámok, amelyek az adott helyen, térségre, hát itt a helyen alatt így értjük, energiaszükséglet jellemzésére, nem azt mondani, hogy ez pont egyenesen arányos, de azért, hogy közelítőleg erről szól a történet, hát annak jellemzésére, igényére, hogy milyen igény van a fűtési vagy hűtési energiára, annak a jellemzésére szolgáló hát jellemszám. Nézzük, hogy néz ez ki. Tehát a fűtési fokszám az egy ilyen összegzett különbségérték, ahol a T-komfort az 20 Celsius fokot jelent, tehát ez azt jelenti, hogy a belső tereknek a 20 fokon tartásához szükséges, tehát ugye azt tekintjük optimálisnak, hogy a belső tereink, szobáink, termeink, stb. 20 Celsius fokon legyenek, körülbelül, mint télen is, meg nyáron is. Na most ugye itt naponként számolgatjuk ezeket az értékeket. A szumma a fűtési napokra vonatkozik. Ne felejtsük el, hogy a fűtési nap, legalábbis Magyarországon azt jelenti, tehát akkor nevezzük egy napot, hát ugye ez általában ősztől, késő ősztől koratavaszig terjedő időszakban fordulhat elő a mi térségünkben, hogy a napi hőmérsékleti átlag 12 Celsius fok alatt van. Tehát akkor összegezve, hogy számoljuk ki ezt a fűtési fokszámot, mondjuk egy adott fűtési időszakra vonatkozóan, mondjuk ősztől tavaszig, hogy összeszedjük azokat a napokat, amelyek fűtési napok, tehát a napi középhőmérséklet 12 Celsius fok alatt van, és ezen értékeket kivonjuk a komfortosnak tekintett 20 fokból. Tehát mondjuk ez itt egyik napon 9 fok, akkor az adott napon, mondjuk ez legyen november 22, csak példaképpen, hogy világos legyen a dolog, akkor a november 22-ére vonatkozó zárójelben lévő érték az 20 fok mínusz 9 fok, tehát az 11 Celsius fok. És ez így megy az egész hát hidegebb időszak folyamán. Ha, nehogy Isten, vannak olyan napok, ahol az átlag az 13 vagy 12 fok fölött van, az elképzelhető ilyesmi a téli, vagy hát az őszi, koratavasz időszakban is, akkor ez nullával egyenlő, tehát értelemszerűen akkor negatív számot nem veszünk hozzá, és akkor gyakorlatilag ez a 11 fok, 9 fok, 8 fok, és így tovább, ugye ez a N darab érték összegződik, és akkor az adott időszakra vonatkozóan ez egy ilyen addicionális értékként, fűtési fokszámként jelentkezik. Celsius fokban természetesen. Tehát ezek mind mért adatok alapján, tehát itt szó nincs arról, hogy a elfogyasztott egy adott város, vagy egy terület elfogyasztott gázmennyiségéről, elektromosságáról, vagy egyéb ugye fűtési energiájáról lenne szó, hanem ezek mind az adott térségre, kisebb-nagyobb területre vonatkozó mért hőmérsékletet ti adatok alapján számolt jellemszámok vagy mérőszámok. Viszont ez alapján azért ezeknek az abszolút mennyisége, tehát a fűtési fokszámnak és a hűtési fokszámnak is, most azt nem részletezem, az ugyanígy működik, csak fordítva,
illetve aránya egy időszakon belül két hely, tehát mondjuk Szeged és Prága, vagy teljesen mindegy két különböző helynek, amik ugye klimatikus szempontból is különbözőek, de akár országon belül is, a két hely fűtési energia igényének összehasonlítására nagyon alkalmas. Hát ezt alátámasztja a következő ábra is, ugye itt a, illetve az, hogy azért ez szoros kapcsolatban van az energiafogyasztással, tehát gyakorlatilag különböző városokból vett, ugye mért hőmérsékleti adatokból számolt fűtési fokszám, és a ott felhasznált energiamennyiség közti kapcsolat, hát nagyon úgy néz ki, hogy viszonylag egyenes arányosságban van. Persze nyilván a konkrét értékek ettől az egyenestől valamennyire eltérhetnek bizonyos esetekben, vagy el is térnek, de a tendencia összességében az világosan látszik, hogy a különböző klimatikus viszonyok között lévő területeken lévő városokban a fűtési fokszám és a felhasznált energia mennyiség, ugye persze itt ugye egy főre viszonyított energiamennyiség természetesen, tehát nem úgy, hogy a nagyobb város persze, hogy több energiát fogyaszt, mint hűtésre, mint fűtésre. Itt a fűtésről van szó, tehát ez azért ez alátámasztja, hogy nyilván a kettőnek azért kell, hogy legyen köze egymáshoz. További, hát kiszámolt értékek összehasonlítása amerikai városokra nézve fűtési és hűtési fokszámot. Gyakorlatilag nézzük a fűtési fokszámot, tehát a város és a külterület közti értékek, látjuk itt növekvő sorrendben vagyunk, hát ugye maga az USA az azért elég nagy területű, ugye egy fél kontinenst elfoglal, tehát ugye ott különböző területeken különböző klimatikus viszonyok uralkodnak, és hát ez azért látjuk, hogy például Los Angeles esetében a fűtési fokszám értékek és környezetében is hát igen alacsonyak. Az látszik, hogy a fűtési fokszám a városban lényegesen kisebb. Ez végig megmutatkozik természetesen, de igazából jelentősége a nagyobb értékeknél van. Tehát ez a 13% például a Seattle esetében lényegesen nagyobb, hát energia megtakarítást jelent a városi környezetben lévő mondjuk ugyanolyan típusú épület számára, mint a külterületen lévő ugyanolyan épület számára, mert jóval nagyobb értékekről van szó, tehát hosszabb, keményebb ideig tart a tél, mint ugye Los Angelesben, amelyik hát ugye kellemesebb, félig meddig szubtropikus környezetben helyezkedik el. Tehát azt látjuk, hogy mindegyik esetben azért egy bizonyos, hát ilyen 5-10%-ra lehet beszélni, ez egy kiugró érték, de igazából kis értékek között, tehát nem jelentős ilyen értelemben a megtakarítás abszolút mennyiségben. Hasonlóan a hűtési fokszám esetében is gyakorlatilag, tehát ott meg pozitív értékek vannak, de gyakorlatilag azt látjuk mindenhol, hogy tehát ez a pozitív érték azt jelenti, hogy a városban többet kell hűteni, tehát bármelyik kontinentális, bármelyik klimatikus területét tekintjük az USA-nak, gyakorlatilag a városban a légkondik működésére jóval több energiát kell szánni, mint a külterületeken. De azért azt látjuk, hogy összességében ezeken a területeken azért nagyjából a közepes földrajzi szélességen vagyunk, ugye ezt azért korábbi tanulmányainkból tudhatjuk, és itt igazából a fűtés dominál, és kevésbé a hűtés, tehát több energia megy el, lényegesen több energia megy el, látjuk a számok értékeiből az épületeknek a külső hideg levegővel szembeni védekezésre, hogy úgy mondjam, mint a külső meleg levegőre történő védekezésre, tehát a hűtésre. Tehát összefoglalva tulajdonképpen néhány ilyen hatást, a hősziget lehet előnyös, illetve hátrányos is a városban lakó népesség számára. Egy kicsit így minőségileg összefoglalva ez a dia erről szólna, tehát ezeket összefoglalnám. Természetesen ez az egész függ attól, hogy az adott város ugye milyen klimatikus környezetben van, ezt azért sose szabad elfelejteni. Tehát ezeket az általános
következtetés levonásokat, hát ennek fényében kell megadni. És hogyha nagyon generálisan akarjuk mondani, akkor azt mondom, hogy a melegebb éghajlatú területeken ott előnyösebb az, hogy kevesebb fűtést, tehát kevesebb energiát kell használni a fűtésre, viszont sokkal többet hűtésre. Plusz ugye, hát a hőhullámoknál emlegettük, növekszik a meleg stressz helyzetek gyakorisága, vagy erőssége, és ez párosulhat a rossz levegő minőséggel is, ugye például Los Angeles vagy Mexico City esetében, mint példa, de ugye más városokban is ez előfordul, már emlegettük korábban. Ha hidegebb éghajlatokat így nagy generálisan nézzük, ott ugye a kedvező a sokkal kevesebb fűtés, ugye a zöld akar lenni az előnyös és a pirossal jelzett, és hát több hűtésre van szükség. Az előny, hogy csökken a hideg stressz helyzetek gyakorisága, és kevesebb hóesés fagy, holvadás korábban következik be. Ez ugye a városi közlekedés, tisztaság fenntartása, stb. Tehát a városban élőknek okozott kényelmetlenségek csökkenéséről van itt szó. Persze, ha úgy nézzük így klimatikus szempontból, akkor vízegyenleg megváltozásáról beszélhetünk. Egy példa Szegedről, a már korábban emlegetett 3 éves mérési periódus, tehát a külterületi és belterületi állomás adatai alapján a fűtési fokszámokat havonta, illetve éves szinten kiszámolva, meg a fűtési napokat, ugye ez akar lenni a fűtési nap, ez meg a fűtési fokszám városban, illetve hát a külterületen, hát ezek összehasonlítása, kiszámolás után történik összehasonlítása, ez a táblázat tartalmazza ezeket az értékeket, hogy azért jobban áttekinthessük, kiemelném azt, hogy tehát tulajdonképpen az arányokat, és nem is a konkrét értékek, amik igazából számítanak, de azért az értékeket is nézzük, az abszolút értékeket, tehát a nagyobb értékek esetén, most a fűtési fokszámra gondolok elsősorban, a leghidegebb hónapok, tehát ugye úgy nézzük, hogy november, december, január, februárra vonatkozóan ezek az értékek olyan 1,1 körül vannak. Tehát ezekben a leginkább, legintenzívebb energiafelhasználású időszakokban ez a város-vidék közti különbség, ez körülbelül 1,1, és a város javára természetesen. Amit még ebből a táblázatból talán így ki lehet szűrni, hogy ugye ez például ugye szeptemberi hónap is benne van, de ugye ez igazából nagyon kis értékekről beszélünk itt, és ennek a kiugró aránya, tehát hogy a város vidéki területen 4, majdnem 5-ször annyi a fűtési fokszám, mint a belterületen, ugye ezen két értékről van szó, ez igazából nem releváns, ugye a 600-700-as értékek, vagy 500-as értékekhez képest. Az éves szinten összehasonlítva, kiszámolva, kijön ez az 1,19-es érték azért. Ezt a következő, hát ezt ugye így kiemelném, a következő ábrák ugyanezt tükrözik, tehát tulajdonképpen talán csak annyiból jobb, hogy a nagy számok helyett, vagy a sok szám helyett így a tendenciák azért világosan látszanak, illetve különbségek, arányok nagyon szépen látszanak a városi és a külterület közti, ugye ezek a fűtési napokról szól, például az, hogy januárban és decemberben ugye mindegyik nap, mindkét területen fűtési napnak számított, tehát ugye a napi középhőmérséklet 12 fok alatt volt, ez azért nem olyan meglepő, hogy akár a városban, akár a külterületen, tehát mind a kettő 31-31, és akkor de a többi hónapokban, már egyáltalán amelyiknél ugye egyáltalán ez jelentkezhet, ott azért egyértelmű, hogy a zöld oszlopok azok mindig magasabbak, tehát a külterületi értékekre vonatkozó oszlopok azok mindig magasabbak, mindezek a sárgás oszlopok. A fűtési fokszámnál ott egyértelmű, hogy minden hónapban, ugye amelyikben ez egyáltalán kiszámolható, ott a zöld oszlopok mindig nagyobbak valamelyest, mint a
mindezek a sárgás oszlopok. Összegezve azt lehet mondani, hogy a fűtési idény, tehát hogyha összeadjuk azokat a napokat, amik fűtési napnak számítanak, akkor az azt jelenti, hogy kb. 23 nappal kevesebb a belterületen, a város, Szeged város belterületén a fűtési napok száma, tehát mondhatjuk, hogy a fűtési idény ennyivel megrövidül. És akkor tulajdonképpen a fűtési fogszámra a már említett értékek alapján ugye az átmeneti évszakokban lényegesen csökken a fűtési fogszám, a főfűtési időszakban kb. 10%-kal kisebb, és összességében az teljes fűtési idényben ugye ez a 19%-os értéket emlegethetjük. És akkor térjünk át a 8-as fejezetre, amely ugye ezt a városi termikus módosító hatás egy újabb megközelítéséről szólna tulajdonképpen. Tehát eddig azért nagy részt persze a területi ugye, izotermák bemutatása, tehát alapján már azért láttuk, hogy azért a város különböző területei közötti hát hőmérséklet növekedés, ugye a külterülethez képest az azért nem mindenhol egyforma, hát ebből is jön ki ez a hősziget forma, hogy úgy mondjam. Hát tulajdonképpen ezt vinnénk egy kicsit tovább, hogy a város, főleg egy nagyobb város esetében a különböző beépítettségű területek, tehát családi, kisebb családi házas, nagyobb lakótelepek, felhőkarcolók, ipari területek, és így tovább ezek közötti hőmérséklet különbség is jelentős lehet, amellett, hogy ezek valamelyest melegebbek, többé-kevésbé melegebbek lehetnek, még bizonyos időszakokban, bizonyos napszakokban, mint a külterület. Na erről szólna ez a fejezet, és majd későbbiek során, közben beugrott az előző dia, későbbiek során majd szegedi példa is lesz. Én most itt ezt a koncepciót szeretném bemutatni, tehát a lokális klímazónák koncepcióját, hogy ez hogyan épül fel, milyen paraméterekre alapozódik, mennyire objektív. Tehát önképpen ugye azt is szeretném ezzel hangsúlyozni, hogy nem csak egy-egy városra vonatkozó vizsgálatról lehet szó, hanem a világ bármely területén lévő városokra vonatkozóan összehasonlító elemzéseket lehet végezni, ha ez alapján a lokális klímazónák koncepciójuk alapján végezzük ezt el. Na nézzük, hogy miről van itt szó. Hát ugye a probléma az, hogy ez az ábra arra utal itt a világ különböző helyeiről, benne van Szeged is, hogy maga, hogy a városinak tekintett állomás, tehát hol mérik azokat az adatokat, amelyik ugye városi hatás alatt állnak, ugye most hőmérsékletről van szó elsősorban, azok hát igen eltérő környezetben lehetnek, egészen ilyen felhőkarcolós magas házak között, egyéb szinte növényzet nélküli utcákban, akkor ugye ez például egy afrikai helyzet, egy ilyen nagyon forgalmas, hát feltétlenül szennyezett út mentén, vagy akár egy város menti, közeli, vagy egy nagyobb város esetében sokszor egy reptér, egy kisebb reptér még a város belterületén is lehet, ugye a repülőtereken általában van meteorológiai szolgálat, tehát vannak műszerek, és innen nyert adatokat lehet hát bizonyos esetekben felhasználni. Tehát ez lehet egy kisebb város, lehet ugye itt az egyetem épülete melletti hát mérőállomás, amely hát ugye egy nagy, magasabb épület mellett, de végülis egy ilyen kis parkosított zöld területen helyezkedik el, fák árnyékában. De ez is egy belvárosi környezet tulajdonképpen. Na, tehát arra utalok, hogy ezek a városinak tekintett reprezentatív állomások is igen különbözőek lehetnek a világ különböző részein, és városonként különbözőek. Hasonlóan a külterületi állomások környezete is igen különböző lehet, ebben is benne van Szeged, példaképpen ugye itt vagyunk Szegeden, itt most annyi a különbség, hogy itt a ilyen légi felvételek is vannak az adott ugye mérő, körrel megjelölt mérőpontok környékén, ugye ez például egy ilyen kis zöld, majd mint egy kis park szélén, vagy mező szélén lenne,
ez tulajdonképpen egy ilyen foci vagy sporttelep mellett lévő rész. Ez ugye ez külterületet reprezentáló, tehát gondoljunk azért ebbe bele, hogy külterületet reprezentáló állomásról van szó. A Szegedi az még ilyen szempontból viszonylag rendben van, ugye ez a Bajai út melletti, hát a város nyugati részétől még nyugatabbra valamelyest nyugatabbra lévő, hát mezőgazdasági földekkel övezett területről van szó, illetve hát itt is ez a Lengyelország is valahol itt a külterületen helyezkedik el, egy viszonylag természetes környezetben. Tehát ezek a vidékinek tekintett mérőhelyek is, hát igen, különbözőek lehetnek a világ különböző részein. Na most, hogyha az a feladat, hogy a városom belüli hőmérséklet eloszlásnak egy részletes feltárását végezzük el, és nehogy Isten még más városokkal ezt össze tudjuk hasonlítani, akkor ez azért az előzőek alapján ugye különböző módszerek, vagy különböző elhelyezkedési mérőállomások, stb. Révén, hát nem igazán egyszerű és nem egyértelmű feladat, mivel a felszínek a különböző városokban és a városon belül is igen összetettek és változatosak. Most nyilván ehhez hogy stabil elképzelésünk legyen a hőmérséklet eloszlásáról, annak évszakos, napszakos változásáról, erről telepített mérőhálózat használatáról, vagy annak a telepítéséről lenne szó, egy megfelelő sűrűségben. Na most ezzel kapcsolatosan a probléma a következő. Ugye mérőhálózatokat már korábban is telepítettek, még előtt ez a lokális klímazóna koncepció még nem volt meg, de utólag is ugye felmerülhet, hogy ezt a problémát, hogy megfelelő részletességgel föltárjuk a hőmérséklet eloszlást, ezért meg kell vizsgálni, hogy az adottnál meglévő hálózatban az adott állomás milyen típusú városi környezetben van. Mennyire képvisel egy egyértelműen definiált típusú városi környezetet, ugye, hát ez ugye abban a szempontból fontos, hogy mennyire jellemzőek ezek az adatok az adott környék termikus reakcióira. Tehát nem mindegy, hogy ezt az állomást, ugye a szenzort magát például egy falra tették csak fel, és amit mondjuk nappal süt a nap, vagy bizonyos időszakokban süt, erőteljesen fölforrósodik, hát akkor az egyáltalán nem képviseli annak a hőmérséklet járása, annak a környezetnek, annak a beépített környezetnek az átlagos hőmérséklet járását, mármint az ott lévő levegőnek a hőmérséklet járását. Ha telepítendő, kiépítendő hálózatról van szó, akkor először is fel kell mérni, hogy az adott város területén milyen felszíntípusok vannak, és ezek mennyire különíthetőek el, vagy mennyire folynak egymásba, tehát milyen pontossággal különíthetők el. És hogyha ezek valamilyen szinten elkülöníthetőek, akkor ezek mekkorák, tehát hogy megfelelően nagyok-e, hogy mondjuk annak a típusú beépítettségnek a közepe tájára érdemes legyen állomást telepíteni, mert az képviselni akkor ennek az adott beépítettségi típusra jellemzett területnek a termikus viszonyait megfelelően reprezentálná. És kizárva az előbb említetteknél, ugye, vagy az előbb említett mikroklimatikus hatásoknak a minimalizálását, vagy ki kell zárni teljes mértékben, amennyire csak lehet. Persze a városi környezetben azért ezt jóval nehezebb. Egy mellékszál, hogy a külterületen természetes környezetben elhelyezett mérőállomások, amelyek ugye például az Országos Meteorológiai Szolgálatnak is szolgáltatják az adatokat, azoknak is megvan a pontos telepítési szabványa, ugye a Világ Meteorológiai Szolgálat által lefektetett szabványok, milyen környezetük kell, hogy legyen, abban milyen változatosságok lehetnek, vagy hány száz méterig ne legyen semmi változatosság, például csak egy füves mező, és így tovább. Most nyilván ezt egy városban, most ebben nem mennék bele ezekbe a szabványokba, de lényeg az, hogy ezeket a városban, beépített környezetben csak bizonyos kompromisszumokkal lehet teljesíteni értelemszerűen, de törekedni kell.
Most ennek az előző problémák feloldására szolgálna ez a lokális klímazónák, ugye angolul Local Climate Zones, LCZ, így fogjuk ezután nevezni, LCZ-k, vagy ugye hát ezek a zónák. Ennek a koncepciója, és ugye ez mit változtat meg, tehát nem a leegyszerűsített és gyakran nem egyértelmű, adott várostól és alkalmazott kutatási módszertől függő városvidék különbséget, amire utaltam, hogy ez igen különböző és nem mindig igazából korrekt, nem megfelelő, amit ugye korábban ugye úgy hívtunk, hogy, vagyis hát úgy jellemeztük, hogy simán delta T U-R. Tehát a való világ, mármint a hőmérsékleti eloszlás, itt most erre gondolok, az ennél jóval színesebb, tehát gyakorlatilag a koncepció arra irányul, hogy az egyes LCZ típusok közti hőmérsékleti különbségeket kellene feltárni a megfelelően telepített mérőhálózat elemeivel, vagy mérőhálózat állomásaival, és akkor így nem egy delta TU-R-ről lenne szó, hanem egy olyan delta T-ről, tehát hőmérsékleti különbségről van szó természetesen továbbra is, amely két különböző típusú lokális klímazóna közti hőmérsékleti különbséget adna meg. Ezekből több is lehet, tehát számos ilyen delta T érték lehet az adott különböző típusok párosításának függvényében. Kérdés az, hogy egy adott városban, kisebb vagy nagyobb városban hányféle ilyen típus van, és ugye ilyen típusú területekbe telepített állomások hőmérsékleti adatait így bármilyen párosításba össze tudjuk hasonlítani, és ezeket az értékeket össze tudjuk a hasonló párosításban lévő más városok hasonló értékeivel is össze tudjuk vetni, és ez már az általánosabb következtetések nemzetközi összehasonlítás szempontjából, tehát tudományos szempontból lényeges előrelépést jelent és jelenthet. Erre már történtek lépések. Na nézzük ezt meg így ábrai szinten is, hogy miről van itt szó. Tehát ugye itt van a sima, hogy a várost egynek tekintjük, a vidéket meg egynek, és a köztük lévő különbség ugye ez a delta T-UR, amit gyakorlatilag az előbb elmondtam. Ha a várost és a környezetét is, mert abba is lehet, majd látjuk többféle típus, hát gondoljunk erdőkre, mezőkre, vagy vízfelület, hát azok azért nem ugyanazt jelentik. A városon belüli különböző zónák, ezeknek számmal lesznek jelölve, tehát visszaugrott. Ha kisebb léptékben gondolkodunk, tehát nem ebben, hogy nagy város és a körülötte lévő nagy vidék, akkor jön ez az összehasonlítás, amiről az előbb említettem, tehát ez a delta T-LCZ-X. Tehát tulajdonképpen ugyanaz, mint az előző dia, amit elmondtam, csak ábrával illusztrálva. És akkor itt látszik az, hogy tulajdonképpen bármely pár között, amennyiben ugye vannak onnan adatok, és ezt teljesen telepített állomás segítségével el lehet érni, akkor ezt a delta T-t így nagyon különbözőképpen lehet értelmezni, és hát különböző értékek is jöhetnek ki. Na most ezek a szimbólumok, itt majd mindjárt átérünk, tulajdonképpen ezeket a, most mondjuk azt, hogy ez az LCZ3, ez meg az LCZD, tehát ezeket a különböző típusokat, így sematikusan leegyszerűsítve, beépítettségi típusokat, vagy ilyen növényborítottsága jellemzett típusokat, ilyesmi hát jelekkel is szemlélteti, tulajdonképpen a szemléltetés segíti elő. És akkor nézzük is, hogy tulajdonképpen miről van itt szó. Ugye előbb említettem az LCZ3-at, visszamegyek, ugye ez mit jelent? Kompakt beépítés alacsony épületekkel. Tehát ez a kompakt, alacsony, ez kompakt beépítés, tehát sűrű beépítés alacsony épületekkel. És ugye ott volt az LCZD, alacsony növényzet, most nem megyek vissza, el tudjuk képzelni. Tehát ez egy ilyen városrész meg egy olyan külterületnek a hőmérsékleti összehasonlítását jelezte. Az összes többi elnevezés erre utal,
Tehát tulajdonképpen vannak beépítettséggel jellemzett, illetve felszínborítottsággal jellemzett LCZ típusok, és a jelölésük ez szerint alakul, hogy a beépítettséggel jellemzettek számmal, 10-ig, tehát nem olyan bonyolult, hogy nagyon sok legyen, tehát bizonyos egyszerűsítés, ugye ez is egy modell tulajdonképpen, 1-től 10-ig megy, míg a felszínborítottsággal jellemzett, az pedig ABCDEFG-ig, tehát nagy betűkkel, ez összességében 7 darab típust jelent, tehát összesen 17 típus van. Hogy az évszakos sajátosságokat is valamennyire figyelembe vegyük, hogyha ennek vannak klimatológiai, van klimatikus jelentősége, akkor még plusz ilyen kisbetűvel való jelöléseket is még hát mellé lehet rakni az LC, a nagyobb hát típusok mellé. Ugye itt az, hogyha lomtalan fák vannak, például, tehát hogyha LCZA, és mellette ott a B, akkor ez egy téli helyzetet jelent. Nyilván több éves mérési adatok összehasonlításánál ennek nincs jelentősége, de hogyha évszakos összehasonlítást veszünk, akkor ennek lehet természetesen. Vagy hótakaró, ugye ez is évszakos dolog, ugyanúgy, hogy például olyan területeken, ahol van száraz, nedves évszak, akkor ugye jellemzően a száraz talajnak a termikus reakciói, és így a fölötte levő levegőnek a felmelegedése, vagy lehűlése, hát egész más egy száraz talaj, mint egy nedves talaj fölött, tehát ezek is évszakos különbséget tükröző, változó felszínborítási jellemzők. Na most ezen 17 típus a következő ábrán, így jelenik meg, hogy már utaltam is rá, ugye itt a kompakt magas, kompakt közepes, kompakt alacsony beépítettség, és így tovább. Ez például a nehézipar akar lenni, annak a szimbóluma. Ez a víz, ugye a nagy G-vel jelölt, és így tovább. Tehát ugye ezt össze lehet vetni, és nem akarok, hát egy picit visszamegyek. Ugye például LCZA, csupasz szikla, burkolt. Na ez egy érdekes ilyen szempontból, nézzük meg az LCZ-et. Ez akar igen lenni. Tehát ugye ez lehet természetes sziklás terület is, de lehet akár egy nagy kiterjedésű repülőtér is, ahol beton, ugye nagy betonfelületek vannak, vagy nagy kikötő felületek, ahol például rengeteg autót raknak, és akkor ilyen viszonylag nagy területeken megjelenő hát ilyen kőhöz, vagy hát ilyen nagy burkolt felületek jelennek meg, tehát nem akarom túl magyarázni. Na most itt azért még annyit, még jó is, hogy visszajöttünk, hogy azért itt látszik, hogy ezen típusokban, ugye ez a 4-5-6 például, nézzük meg mi is volt, nyitott, magas, nyitott, tehát ugye nyitott beépítés és különböző épületek, mármint magasság szerint, tehát ugye ez a nem túl sűrű beépítettség, és a különböző magasságú épületek ezek között, mint ahogy látjuk, megjelenik a növényzet is, tehát utalás van arra, hogy itt már azért több terület szabadul fel arra, hogy a köztek lévő részeken megjelenjen a növényzet, fák, bokrok, parkok, és így tovább. És akkor ez ugye, ahogy haladunk az alig beépített terület, ugye ez a 9-es, hát ott meg már inkább az dominál. De még ez is érdekes, csak azért, hogy lássuk pontosan, a kiterjedt alacsony. Tehát az LCZ8-as, ugye ezek a nagyobb olyan ipari vagy raktárházas területek, vagy plázák környéke, szintén nagy parkolókkal. Tehát tulajdonképpen ezek a rajzok, ilyen látképszerű rajzok, nagyon szépen tükrözik azt, hogy milyen ilyen generalizált típusokra lehet tulajdonképpen a teljes földfelszínt felosztani. Most itt a magas hegységek persze ilyesnek, tehát itt főleg a viszonylag sík vagy enyhe domborzattal rendelkező területekről van szó, és a vízparti területek is benne vannak. Tehát ugye ez a víz, ez azt jelenti, hogy tavak, tengerparti területek, vagy tavak környéki, vagy tengerparti területekről van szó. És hogy ezeket a területeket azért, hogy objektíven, tehát ugye arra utaltam, hogy a világ bármely részén, tulajdonképpen bármely várost ezen, vagy várost és környékét ilyen típusú területekre, hát több-kevesebb sikerrel föl lehet, majd utalok rá, hogy mi ez a több-kevesebb, de gyakorlatilag föl lehet osztani, tehát erről is szó, ez a lényeg ennek a felosztásnak, hogy ilyen értelemben generalizált, és nem egy adott országhoz, vagy adott városhoz kapcsolódik, hanem
hát tulajdonképpen a világ bármely részén lehet alkalmazni. Ehhez kellenek ezek a paraméterek, amelyek, tehát ennek a rendszernek, vagy szisztémának a mérhető objektív paramétereit jelentik, ami alapján tényleg ezt a lehatárolást, hogy ez a terület ide, amaz a terület ebbe zónába tartozik, hát gyakorlatilag el lehet végezni. Ezek paraméterek értékei, nem akarnám mindegyiket felsorolni, elég jól el lehet őket olvasni, tollig való értékekről van szó, tehát itt nem arról szól, hogy mondjuk az LCZ 3-nak pontosan ugye az égbolt láthatósági értéke ennyi meg ennyi kell, hogy legyen, és az összes többi, hanem egy tollig való arány. Ez nyilván tapasztalati értékekből jön össze. Maga a szerző még Szegeden is járt, tehát különböző városokat a világ különböző részén bejárva alakította ki ezeket a hát viszonylag rugalmasan kezelendő tollig való értékeket, tehát mindenképpen mindig egy tartományt ad meg, vagy adtak meg ennek a ezen különböző értékekre. Hát egy-kettőt azért kiemelnék, ugye az SVF-et ismerjük, akkor van ilyen, hogy vízáteresztő felszín arány, tehát ez az adott területen lévő százalékosan megadott, hát nem burkolt felület, ugye, és ugyanúgy a vízzáró felület aránya, szintén, vagy az épület arány, épület alapterület arány, stb. Tehát ugye ez mind a beépítettséget jellemző, geometriai felszínborítottsági adatok. Van ilyen, hogy érdességi elemek magassága, ez vagy fákra, vagy épületekre vonatkozik, és van még egy korábbi osztályozásból átvett érték, ez a terepi érdességi osztály, ez 1-től 8-ig sorolja a különböző területeket, mert tulajdonképpen ránézésre, tapasztalt szemnek a ránézésével a különböző területeknek az értékét, tehát hogy a érdesség szempontjából 1-től 8-ig terjedően hova esnek. Tehát vannak ilyen termikus, radiatív, energetikainak nevezett paraméterek, mint a hőátadási tényező, ez egy viszonylag bonyolult fizikai jellemző, ez sok helyen nem áll rendelkezésre az ilyen adatok. Felszíni albedó az inkább rendelkezésre áll, ugye ezt például a távérzékeléssel is meg lehet határozni. Illetve hát az antropogén hőkibocsátás, ami nagyon fontos, például ugye a nehézipara jellemzett területeken ott elég domináns is lehet. Hát ez is vagy rendelkezésre áll, vagy nem, de elvileg ezen adatok alapján és ezen adatokhoz tartozó tartományok, számértékek alapján nagyon szépen el lehet különíteni a különböző városi területeket. De hogy azért a helyzet ne legyen annyira egyszerű, azért vannak olyan esetek, ahol ez az elkülönítés nem teljesen egyértelmű, tehát bizonyos típusok hát keveredhetnek, vagy ugye amire utaltam, hogy az évszakosan változó sajátosságokat nézzünk. Először példát arra, hogy a típusok hát keverednek. Ugye például ez a kiterjedt alacsony típus, ez nem mindig úgy jelenik meg, hogy teljesen simán le van burkolva a köztük lévő terület, ez lehet ilyen is. És akkor, ugye, hogyha viszonylag sok fa van, ugye ez természetesen várostervezés, városrendezés, gondolkodás eredménye is lehet, tehát egy pozitívabb meghozzáállás, akkor tulajdonképpen ugye ez a nem más, ez az ilyen terület, mint az LCZ8-nak és az LCZB-nek, ugye ezek a ritkásan elhelyezkedő, ligetszerűen elhelyezkedő fák, fás területet jellemző kód tulajdonképpen, akkor ennek a kettő kombinációját kell alkalmazni, úgyhogy először a domináns, ugye ez egy kiterjedt, beépített területről van szó, de elég sok fa is van köztük, tehát ligetszerűen, és akkor ez egy LCZ8 és egy kis B, már úgy, hogy nagy B, csak kicsiben van indexben a 8 mellett, és ez jelzi, hogy azért ez egy olyan terület, amelyik hát azért a fák is viszonylag jelentős számmal jelentkeznek. Ugye ez itt önmagáért beszél, és akkor lehet például egy olyan is, ugye ez egy téli helyzetben, ugye egy ilyen nyitott alacsony LCZ6-nál a fák
köztük lévő fák, ugye itt már azért elő a nyitott helyzetről van szó, fák is lehetnek köztük, és ugye, hogyha ezek nem fenyőfák, akkor lombtalan fák téli időszakban is, plusz még hótakaró is van, tehát egy ilyen helyzet, akkor ezt így kell feltüntetni, hogy a LCZ 6-os és B kis S indexben mellette utalok erre a, vagy utalás van erre az évszakos sajátosságra. Na most természetesen ezt azért óvatosan kell ezeket a kombinációkat alkalmazni, mert aztán így nagyon hát felhigulhat, majd értem, hogy rengeteg altípus képződhet, hogyha ezeket hát nagyon szabadon alkalmazzuk, tehát ezeket nagyon meg kell gondolni, akár az évszakos, akár az ilyen különböző típusoknak a hát összehangulását, vagy összekeverését, mert akkor egyre inkább áttekinthetetlenné válik a helyzet. És a magának, ennek a koncepciónak, ennek a rendszernek a célja az, hogy viszonylag egyszerű, áttekinthető és így összehasonlítható területi alapot nyújtson a hőmérsékleti összehasonlításokra. Tehát csinyán kell bánni ezekkel a dolgokkal. Nem mindig lehet, de próbálkozni kell. Na most nézzük meg ezeket a típusokat így, hogy szemléletesebben is, fényképekkel, stb. Mindjárt látjuk itt az elején, hogy hogyan fogom illusztrálni az összes többit, és persze nem fogom ezt részletesen aztán elemezni. Ez az első diánál fogom részletesebben elmondani, hogy tulajdonképpen többire is mi vonatkozik. Tehát az LCZ1, ugye, ami a kompakt, magas, tehát a kompakt beépítés, tehát sűrű beépítés és magas, toronyszerű házakról van szó, hogy egyrészt ugye ez a már korábbi diákról ismert rajz mutatja, ezt így madártáblati képen, ha utcaszintben nézzük, akkor így jelentkezik rajz szintjén, és akkor hozzá lehet tenni szintén a madártáblati és az utca szinti hát példákat, fényképes példákat a különböző ilyen, hát tulajdonképpen nagyvárosok olyan területeiről, ahol tényleg domináns ez a típusú beépítettség, és hát azért így itt látjuk, hogy azért így se teljesen egyforma, nyilván ez egy leegyszerűsített ábrázolása az egésznek, de azért elég jó jellemzi az ilyen típusú területeket. És akkor, hogyha ehhez megnézzük a tulajdonságokat, a paramétereket, ugye itt azokat, amiket felsoroltam abba a táblázatban, nem szeretném most még egyszer felsorolni, ugye itt angolul van meg, de mindegyikhez odaírtam magyarul is, tehát hogy ebből probléma így nem lehet. És itt látjuk a tartományokat, tehát ezért is mutatom be ezt, csak ennél a típusnál. Ugye például a Skyview faktor, tehát az SVF, az 0,2 és 0,4 között van, tehát viszonylag alacsony érték, de azért ugye megvan a maga kis tartománya. A H per V aránynál viszont ugye a legmagasabb értékek, hát úgy legmagasabbak, hogy átlagos értékekről van itt szó. Tehát amit itt ezen hát, táblázat, vagy hát ugye, ilyen hát, nem is tudom, milyen vonalábráknak megfelelően a legmagasabb részbe tartozó 2 és 3 közötti értékekről van szó. Tehát ez azért ugye arra is utal, hogy nem csak feltétlenül ennyire toronyházas, tehát tulajdonképpen a 2-3-szor magasabb épületek az utcaszélességhez viszonyítva már ide tartoznak. Tehát ugye itt nem csak a magas ház dominancia van, tehát ugye ez a paraméter arra utal, lehet, hogy túlmagyarázom, de azért jobb, hogyha biztosan megértjük, hogy tulajdonképpen itt a magasság-szélesség arányról van szó, tehát ez a sűrű vagy kompakt beépítés és magas épületek, ezek tulajdonképpen egy arányt is jelentenek. Aztán jöhetnek a többi értékek, mindegyikre megvannak a maga megfelelő hát tartomány, például ugye a vízáteresztő felületek aránya az 10% alatt van, tehát 0 és 10% alatt, hát értelemszerűen ugye rengeteg ház, utca, burkolt felületek, stb. Tehát a szabad felszínek, ahol mondjuk egy kis fű, egy-két fa lehet, ami nincs burkolva, annak az aránya az 1/10, tehát 10% alatt van, és így tovább. Tehát ez minden ilyen típusra, hát a világból szedett tapasztalatok, tehát a világvárosaiból szedett tapasztalatok alapján ez mindegyik típusra így meg van állapítva, de továbbiakban ezt nem szeretném elemezni, tehát ez nyilván, hogyha
aki ezzel foglalkozik, annak tudnia kell ezeket az értékeket. Mi csak most ezt példaképpen néztük meg, és akkor nézzünk azért ezeket a madártávlat és utcaszinti képeket, a többire is beszeretném így mutatni. Tehát ugye kompakt közepes esetében, ugye látjuk itt a madártávlati kép, illetve különböző városokból vett hát, ránézeti és utcaszinti képek, tehát ugye itt már azért alacsonyabbak az épületek. A következő az LCZ3, ugye ez is szintén még sűrűn beépített, de alacsony házakról van szó, tehát ez a kompakt, alacsony. De ezek a felvételek, meg rajzok az egésznek az elképzelését, az adott területre jellemző beépítésnek, vagy növényzettel borítottságnak az elképzelését segíti elő. Tehát az LCZ4, ugye ezek a viszonylag magas házak, de ritkábban elhelyezkedőek, ugye ezek között már több növény is lehet, tehát erre már itt utalás is van. Az LCZ5, ugye a nyitott közepes, itt is megjelenik a növényzet, de attól még LCZ5, meg LCZ6, tehát ez nyitott, alacsony, tehát ritkában beépített, nem nagyon ritkán, de ugye ez nyitottnak minősül, és alacsony beépítettség. Hát egy családi házas külterület, inkább külterületre jellemző részek ezek. Na, visszaugrottunk, de megyünk azért tovább. A könnyű szerkezetes és alacsony beépítettség, hát ez ugye részben a világnak bizonyos részein ezek a nyomortelepek, tehát ezek a spontán épülő nyomortelepekre jellemző, vagy ilyen konténer házas részek, vagy akár egy üvegházas, vagy üvegfóliás, tehát ugye gyümölcsöt, illetve inkább zöldségeket termesztenek, óriási területen, például a Spanyolország déli részén, arra jellemző ez a könnyű szerkezetes alacsony beépítettség. Ugye itt van a kiterjedt alacsony, tehát ugye ezek a raktárházas részben hát, könnyűipari, vagy könnyűipari területek, vagy plázák, és a környékükön ugye a nagy parkolók, és még akár az ilyen közlekedési csomópontok is, akár vasútállomások környéke is ide tartozhat. Ha áttérünk a felszín, ja nem, ez még az alig beépített, tehát ugye itt már a növényzet dominál, itt az nincs így különösebben megkülönböztetve, hogy mennyire fás, vagy bokros, vagy csak alacsony füves, vagy akár puszta. A lényeg az, hogy maga az emberi tevékenység nyomai, tehát a házak, azok épületek, azok viszonylag ritkásan helyezkednek el, és köztük több-kevesebb növényzet van. Az LCZ10-es a nehézipar, hát ugye itt ennek a megkülönböztetése nem az alapján történik, hogy mennyire sűrűn, kompaktul, vagy milyen magas épületekről, vagy objektumokról van itt szó, hanem inkább az, hogy az egyik paraméter, az antropogéni hőkibocsátás, az igen intenzív lehet ezeken a területeken, kőolajfinomítók, nagy kohászati művek, és így tovább, és ezeknek azért a területi kiterjedése is viszonylag nagy, tehát egy külön típust érdemel, vagy megkülönböztetést érdemel. Ha áttérünk a felszínborítottságra, akkor ugye itt egyértelmű, hogy az erdős területek, ahol a fák viszonylag sűrűn helyezkednek el, akkor ez az LCZ-A. Ha ezek ritkábban, akkor azt a területet így jellemezzük. Itt megint a fáknak a típusa ilyen értelemben nem érdekes, hanem inkább csak az, hogy milyen sűrű helyezkednek el. Tehát ez lehet mediterrán vidék, vagy fenyőfás vidék is, tehát ami északabbra helyezkedik. Ebből a szempontból mindegy. Amikor persze megkülönböztetjük, hogy lomptalan, akkor az ugye a lompullató fákra vonatkozó ilyen, úgyhogy hát az előző típusú terület jöhet csak számításba. Hát a bokros, bozótos, ugye az is nagyon sokféle bokrok, stb. Lehetnek, de lényeg az, hogy ez viszonylag alacsony szintű növényzettel van borítva. Hát ugye itt az utcaszintet persze nem úgy kell értelmezni, meg az előzőeknél sem már, hogy konkrét utcák vannak itt, hanem ugye ez a vízszintes nézetre utalunk.
És akkor még ugye van az alacsony növényzet, hát ugye ez egyértelmű, ugye ez lehet mezőgazdasági, lehet természetes terület is, legelő és így tovább. Itt van a csupasz szikla burkolt, amire, vagy burkolt, ugye ez lehet természetes, vagy például repülőtér jellemző, amire már utaltam. Ez az LCZE, és akkor ugye a csupasz talaj, tehát ez ugye ez gyakorlatilag vagy olyan mezőgazdasági terület, ugye akár időszakosan, amikor ugye szántás, tehát növénybetakarítás után vagyunk, vagy a sivatagi környezet, és így tovább, tehát ugye ez a csupasz talaj, vagy homokkal borított területek, ugye ez nyilván ez is klimatikus viszonyoktól függően alakulhat ki a világ különböző részén, vagy emberi hatásra. És akkor már korábban említett, hát tengerparti területek, vagy folyómenti, tavakmenti részek, akkor ugye ez a terület, vagy ennek a közvetlen környezete, ez ugye vízzel borított területnek minősül, aminek ugye tudjuk, hogy a termikus, konzervatív termikus tulajdonságai miatt sajátos, hát termikus reakciói vannak, tehát ezért kell ezt megkülönböztetni. Hát ezzel gyakorlatilag végigértünk ezen témán, és hát a kapcsolódó tételeket látjuk értelemszerűen, és az ahhoz kapcsolódott az ajánlott tankönyv megfelelő fejezeteiben lehet még további információkat keresni, vagy utána nézni az anyagnak. Köszönöm a figyelmet, és akkor a jövő órán folytatni fogjuk természetesen még az anyagot.